Sziasztok! Juhász Zoltánnak hívnak. Nézzük meg most egy földrajzkísérletet, konkrétan a légköri áramlásokkal, illetve a folyadékok, tengerek áramlására. Tudjuk, hogy például az egyenlítőnél nagyon szépen a levegőt felmelegíti a napsütés, a felmelegedő levegő pedig ugye föláramlik, hiszen kisebb az átlagos sűrűsége. A feláramlás következtében lehűl, és a csapadék ugye kicsapódik belőle. Közben oldalirányból a hidegebb levegő a helyére túlkul, és így alakulnak ki a légköri szelek, légköri áramlások. Ugyanez megfigyelhető a tengereknél, például az északi sarkon ugye a tengervize lehűl, lesüllyed, és a helyére túlul délenről egy melegebb vizet tartalmazó anyagmennyiség. Így kialakulhatnak a tengeri áramlatok, például a golf áramlás, ugye, ami az egyenlítőtől szállítja a meleg felmelegedett vizet, tengervizet az északi sark felé. Na, nézzük is a következő kísérletet. Ebben az üvegkárba egyszerű vizet raktunk, meg a másikba is. Az egyiket el fogjuk kezdeni melegíteni, míg a másikat nem. Ennek alá is gyújtok, nézzük meg. Tehát az egyik oldalát ennek az üvegkárnak elkezdem melegíteni. Ez azt jelenti, hogy itt a felmelegedő folyadék fölfelé fog áramlani, míg a túlsó végén ugye szépen visszaáramlik, és itt az alján egy oldalirányú áramlás alakul ki. Ha az alját nézzük a monitor előtt ülve, ugye balról jobbra áramlik, a tetején pedig fordítva jobbról balra áramlik a folyadék. És ugyanezt történik a légkörben, ugye a levegővel. Ez egy kontroll légkörünk. Így ezt ugye nem melegítjük, ebben nem alakulnak ilyen irányú áramlások. Hogy az áramlást láthatóvá tegyük, szórunk a vízbe egy picike káliumpermanganátot, ami fel fog oldulni, és láthatóvá lesz az áramlás. Jó, tegyünk először a vízbe. A sarkába mondjuk. Úgy. És ugyanúgy. Itt is. Jó, és figyeljük meg a kettő között a különbséget. Ez az áramlási jelenség a tengerpartokon is megfigyelhető. Például napközben a szárazföld lényegesen jobban felmelegszik, mint a tengervize. A szárazföld felmelegíti a levegőt, a szárazföld fölött tehát egy föláramló levegő áram valósul meg, és a helyébe a tenger fölött betódul a hűvösebb levegő. Ezáltal gyakran megfigyelt, hogy mindig a tenger felől fúj a szárazföld felé a szél. Közben már nagyon jól látható, hogy itt ugye a káliumpermanganátos víz szépen mutatja, hogy hogyan áramlik a folyadék a melegedés hatására, míg itt ugye gyakorlatilag egy helyben maradt a káliumpermanganátos oldat, nem keveredik a folyadék. Közeli képen gyönyörű szépen látszik. Ugye ezt a folyadékot nem melegítjük, tehát mintha ezt a légkört nem sütné sehol a nap. Látható, hogy a folyadék áll, nincs benne áramlás, a káliumpermanganát egy helyen oldódik, és szépen ott is marad. Várunk egy picit, és megnézzük, hogy egy kicsit később milyen állapotban lesz a folyadék. Úgy, és figyeljük meg, hogy mi történik. Ott közben mondom tovább, tehát a felmelegedő levegő
föláramlik, hiszen kisebb az átlagos sűrűsége, mint a hűvösebb levegőnek. Fönt a légkör felső részében szétterül, hiszen a világűrből nem tud kimenni, és szétterül elkezd áramlani oldalirányban, jelen esetben jobbról balra látható, hogy megindult egy mozgás, majd a kád túlsó végében, pont úgy, ahogy a valóságban is, lehűlve elkezd lefelé áramlani, majd lent, a talajszinten egy visszárammal a fölállandó levegő helyére oldalirányban beáramlik a levegő. Ezt tapasztaljuk meg szélként, illetve légáramlatként. Ezt figyelhető meg az esőerdőknél, tehát ugye napközben a felemelkedő levegő ugye egyrészt kiadja magából a csapadékot, és oldalirányból érkezik a helyére újabb levegőmennyiség. Itt is gyönyörűen megfigyelhető, hogy a föláramló levegő föld szétterül, elkezd mozogni jobbra, illetve hát itt ugye nem levegő, hanem folyadék, de gyakorlatilag a levegő áramlását szimuláljuk. Majd a túlsó végén lefelé áramlik, és végül az edény alján vissza ide a jobb szélére, ahol ugye melegítjük az edényt. Közben pedig nagyon szép örvénydő áramlások figyelhetők meg, ahol a különböző folyadék, különböző hőmérsékletű folyadék rétegek ugye érintkeznek egymással, hiszen a föláramlás következtében a mellette lévő folyadék réteggel egy súrlódás alakul ki, és ott elkezd áramlani, örvényleni a folyadék. Ugyanez figyelhető meg a levegővel is. Ugye ennyi idő alatt a másikban már szépen elkezdett áramlani, ugye ott a meleg folyadék felfelé áramlása miatt oldalirányú mozgás is megvalósult, itt pedig nem történik semmi. Bármennyit is várunk, ez nem sokat fog változni, illetve azért hosszú idő után a diffúziós hatás érvényesül, tehát azért el fog keveredni, de ahhoz órákat kellene várnunk. Ugye a folyadék belseje áll, folyadék áramlás nem valósul meg.